tudósítás. Ugye, mit lehet erről a témáról beszélni, mikor egy hétköznapi eszközről van szó, amivel szerintem már mindenki találkozott, meg kell venni a boltba is használni, nem? Hát én is így gondoltam, amikor először találkoztam ezzel, körülbelül 5 évvel ezelőtt, láttam először vagy egy plázában, vagy egy benzinkúton, hogy nem folyékony szappant nyomott ki a gép, hanem habot, amit megjegyzem, nagyon megszerettem, mivel szimpatikus volt. És akkor el is határoztam, hogy ilyet otthonra én is akarok. Nem másodszorban szeretem, hogyha olyan dolgok vesznek körbe, amik takarékosak, mert nem szeretem a pazarlást, és ez annak úgy tűnt, hogy ez egy takarékos dolog, ami hozzá képest még jó is. Hát gyakorlatilag a folyékony szappant át kell préselni ilyen kis sűrű, szövésű rácson, ami a préselés hatására felhabosodik. Ezt úgy képzeljétek el, mint mondjuk a víznél, ami mondjuk a fürdőszobában vagy a konyhában van, ott is egy ilyen sűrű fém rács van feltekerve a legtöbb helyen a csapnak a fejére, ahogy átfolyik rajta a víz is felhabosodik. Tehát találkozik a két pozitív tényező. Na mondom, akkor irány volt, habszappan kell nekem. Hát elég nagy csalódásért, ugyanis nem lehetett se utántörtő folyadékokat kapni a habszapponosítóba, se olyan adagolót, ami egyetlen után tölthető, tehát gyakorlatilag egy patronfejről beszélünk, rá van integrálva egy fej zacskóra, amit beraksz a készülékbe, és a kifogyott elhajítod, és újat veszel. Ezzel nagyobb szennyezést idézel elő, meg hát nem másodszorban drágább is. Hogy mennyibe drágább? Jelentősen. Mi a különbség? Hát én most voltam megint, és most is így tudtam volna csak venni, de nem vettem, mivel kb. 3000 forintért akartak adni egy ilyen zacskót, ami körülbelül fél liter körül van. Ami brutális. Emellé nagyon jó, hogy tudjuk, hogy mennyibe kerül ugye a folyékony szappan. A folyékony szappant én úgy szoktam venni, egy pillanat, türelmet kérek. Így szoktam venni. Ez 5 liter. Igen, ez 5 liter, és ez kerül kb. 1500 forintba, de még van ennél olcsóbb is. Na most, ha ez 1500 forint 5 liter, akkor 150 forint 5 deci. Tehát a 3000 forint helyett ez csak 150 forintba kerül. Azért a különbség nem csekély. 20-szoros. Rengeteg. Így viszont már messze menőkig nem tetszett annyira a habszappanosítás, de eltökélt voltam az ügy mellett. Ezért azt csináltam, hogy szereztem egy kiürült ilyen zacskót. Ennek a zacskónak egy ilyen habosító feje volt. Mert ugye az volt a teóriám, hogy vajon fel tudjuk-e habosítani a sima folyékony szappant is, aminek 150 forint fél liter. Úgyhogy szereztem egy ilyen fejet egy kiürült egységből, erre ráoperáltam egy kis csövet, amire rátettem egy kupakot, amire rátettem egy folyékony szappan partályt. Ez nem volt olyan nagy tragédia. Eljátszottam vele itt télen, és kipróbáltam, hogy működik. Hát először kipróbáltam egy az egybe, tehát fogtam a folyékony szappant és beletöltöttem. Na, az nem volt jó. Az olyan volt, mint egy ilyen takony. Valamennyit habosított rajta, de inkább csak egy kipröfkölte. Szóval az nem vált be, nagyon, nagyon nehéz is volt átnyomni, valószínűsítettem, hogy túl sűrű a folyadék, mert azért úgy figyeltem meg, hogy a habszappan folyadékok sokkal hígabbak, mint ezek a folyékony szappanok. Hát azért így nehéz talán
bemutatni, de van egy kis sűrűséggel, ugye glicerin alapú, úgyhogy felhigítottam. És azt tapasztaltam, hogy a 50-50% körülbelül higítási arányjal, vízzel, ezt nem mondtam, elértem azt a szintet, hogy már tudott habosítani. Úgyhogy vettem hozzá egy ilyen, ami ehhez a habszappan adagolóhoz való, ehhez a fejhez, egy készüléket, erre így van, így jó, mindegy, lényegtelen, mert ezt már nem használom, tehát ez a fej ugye beleillik ide frankón, és akkor ehhez csatlakozik hozzá az ilyen, most nem rakom össze, de így csatlakozik hozzá az én tartályom, így megy rá az én, és akkor ez 1000 forintot megért, ez annyiba került, ez meg ugye ingyen volt. És akkor így használtam évekig, 50-50%-os higítás, ezt a mai napig így ajánlom nektek, ezzel használjátok. Ami azt jelenti, hogy ha a vizet mondjuk úgy veszik, hogy ingyen van, akkor 75 forintból fog kijönni egy fél literes tartály, nem pedig 3000-ből. Azért ez már jelentős különbség. És akkor utána jött a fejlődés, az most nem régiben megmondtam ezt a vacakolást, meg már kezdődött ez a fej nem visszarugódni, de kezd, hát szóval beszorult, öntöm egy, elfárad. Úgyhogy akartam venni tartályosat, ilyet, ugye, amiben rendes utántöltő van, és nem az én általam barkácsolt. Nem kapni, vagyis hát kapni, hát ezt az AliExpress-en vettem Kínából, ott találtam, de még ott is nagyon kevés van. Úgy látszik, az nem divat, az a divat, hogy húzzuk le az embereket 3000 forinttal töltésenként, azt pedig én nagyon nem szeretem. És abba bízok, hogy ezzel a videóval titeket is tudlak arra ösztönözni, hogy használjátok így a habszappant, ezáltal sok pénzt megspórolva. Igaz, hogy nem ugyanazt a habminőséget értem el, mint amiket némelyik habszappanadagoló ad ezzel a fejjel. De ezzel már azért elég jó habot állítok elő. Még mindig nem olyan, mint amiket a plázákban, vagy a benzinkutakon tapasztaltam, de elég jó. Nekem megfelel. Hát azt hiszem, ennyi csak, amit el szerettem volna mondani a habszappanosításról. Mindenkit buzdítok rá, próbáljátok ki ti is. Teszek ki a leírásba a linket, hogy én honnan vettem. De ez lehet, hogy idővel mondjuk megváltozik, és már nem azt fogja kidobni. És köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Iratkozzatok fel!